vizsgálat során keményítő kimutatását fogjuk végezni. A vizsgálathoz szükséges eszközöket fogom bemutatni. Kémcsőárványon kémcsövek, borszaszégő, cseppentő, vegyszeres kanál, kémcsőfogó. A vizsgálathoz szükségünk van bizonyos anyagokra, a felhasznált anyagok, a liszt, ami ugye keményítőt tartalmaz, a kimutatásához szükséges lugololdat, ami egy jódtartalmú oldalt, és víz. A vizsgálat során először lisztet teszünk vegyszeres kanállal a kémcsőbe, ehhez öntünk vizet. Kissé összerázzuk a kémcső tartalmát. Ezt követően meggyújtjuk a borszeszégőt, és melegíteni fogjuk a keményítő oldatunkat. Melegítés során egy kolloid oldatot kapunk, ami azért szükséges, hogy a reakció biztosan végbe menjen. Ha az oldatot felmelegítettük közel forráspontig, akkor az oldat tetején lévő tiszta részből egy keveset áttöntünk egy még eddig használatban nem lévő kémcsőbe. A keményítő oldatunkhoz most kell lugololdatot cseppentenünk. A lugololdat egy kálium-jodid oldat, ami sárgás-barna színű oldat. Cseppenként adjuk hozzá a keményítő oldatunkhoz, és látjuk, hogy a keményítő oldatba ez a lugololdat már nem sárgás-barna elszíneződésű, hanem kékes-fekete. Ezt a lugololdatos keményítőt melegítjük, és megfigyeljük, hogy milyen változásokat tapasztalunk a melegítés hatására. Megfigyelhetjük, hogy melegítés hatására az oldatunk fokozatosan elvesztette a kékes-fekete elszíneződést, és közel visszakapta azt a színtelen jelleget, ami a melegítés előtt volt. Ezzel azt magyarázhatjuk, hogy a keményítő lugol komplex hidegen kékes elszíneződést mutat, melegítés hatására komplex felbomlik, ezért az elszíneződés eltűnik.